Belina Katalin a Nyúlcipő Alapítványtól érkezett hozzánk, és magával hozta Márkot, illetve Ajzsát, akikkel néhány torna gyakorlatot mutatnak be nekünk. Ezek nyilván fejlesztő gyakorlatok, ha jól látjuk, úgyhogy Bettina hamarosan el is fogja nekünk mondani, hogy ezek a feladatok milyen célt szolgálnak. Nézzük. Ügyesen csinálják. Igen. De ahogy nézem, ellentétes lábat és ellentétes lába és kezet mozgatnak. Így van. Tehát ez egy egyensúly gyakorlat is. Egyensúly, koordináció. Emese volt nektek valaha is kapcsolatotok az ilyen fejlesztő tornákkal? Kellett-e valaha? Nem kellett, bár Gergő farfekvéssel, igen, született, és aztán érdekes módon ilyen egy lábbal mászott. Tehát az egyiket fölhozta, a másikat maga után húzta, tehát kimaradt nála a mászás. Mászás, hanem ebből a pózból fölállt. És aztán nagyon gyorsan, későn indult el, de utána futott. Tehát körülbelül így mondhatnám, hogy nála későbbiekben nem volt semmiféle probléma. Bettinát köszöntjük szeretettel. Köszönjük szeretettel. Katalin. Bocsánat, Katalin. Azt gondolom, hogy amit most Emese mondott, az egy nagyon fontos momentum, hiszen fontosak a fejlődésben a mozgások, tehát hogy minden lépésről lépésre következzen be a maga idejében. Igen. Köszönöm szépen, hogy újra elhívtak ide a stúdióba, és igen, ezért is hoztam magammal két nagyobb gyerkőcöt, hogy megmutassuk, hogy például egy csecsemőkori mozgásfejlődési problémából meddig hova tudunk eljutni, hogy milyen bonyolult feladatokat is meg tudnak csinálni. Aisa és Márk is 3-4 évesen kezdett el tornázni, és elég súlyos problémáik voltak mind a kettőiknek, figyelemzavar, magatartás probléma, túlmozgásosság, beszédzavar, és most már elsősök az iskolában, és nagyon jó tanulmányi eredményük van, az egyikőjük kitűnő is lehet, és a magatartásuk is jó. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép eredmény. Tehát tulajdonképpen nem a mozgásra volt gond, hanem a figyelemmel és mozgással gyógyították. Mert hogy a mozgásra vezethető vissza ez? Úgy néz ki, hogy az idegrendszer az, ami felelős ezekért a történésekért. Ezek tünetek, hogy figyelemzavara van, vagy magatartás problémája van, és a probléma pedig az iskoláskorban szokott előjönni, azért, mert hogy hiába mondjuk okos és kreatív a gyerek, de nem tud odafigyelni, ezért nem tud a képességeihez mérten teljesíteni. És mondjuk egy bölcsödés időszakban még nincsenek olyan egyértelmű tünetei annak, hogy majd fú, ebből a gyerkőcből valamilyen problémás gyerek lesz iskoláskorban, és ezért elmondanék néhány olyan tünetet, amit otthon a szülők észre tudnak venni, hogy időben elkerüljenek megfelelő szakemberhez. És hogy mikortól kell ezekre a tünetekre figyelni? Amikor már elkezd járni a gyerek, akkor már nyugodtan ezeket figyelhetik. Például, hogyha játszik valamivel a gyerkőc, vagy pedig koncentrál valamire, és kidugja közben a nyelvét, az egy ilyen tünet. Hogyha hangosabb zajt hall, egy porszívózás vagy háztartási gépet, befogja a fülét, megijed, fél tőle, vagy indokolatlanul agresszív, dükkitörései vannak. Idegenek társaságában szorong, nem tud barátkozni saját korosztályával. Alvás problémái vannak, lábujjhegyen közlekedik, étkezési problémái vannak, nincsen veszélyérzete, magasból is leugorna simán, nem méri fel, hogy megütheti magát. Aisa, Márk, csücsüljetek nyugodtan le a Kati néni mellé most egy picit, jó? El ne fáradjatok itt nagyon a végére, de aztán titeket is kérdezünk, ezt egy kicsit odaadnám, jó? Elfáradtatok nagyon? Nagyon. Hát én nem fáradtam el. És hányszor? Inkább én se. Mennyi ideig kell egy ilyen mozgásterápiát csinálni? Tehát most egy alkalmi időtartamot kérdezik. 10 perc, 5 perc, fél óra? Egy alkalom, attól függ, hogy hány éves, de 1 óra, 2 órát lehet nyugodtan. Naponta? Nem, egy héten mondjuk 2-szer. És akkor már van egy olyan eredmény, amit mondjuk 1-2 hónapon belül már otthon is, vagy pedig az iskolában is észreveszik a változást. De ahhoz, hogy az idegrendszerben az automatizmusok ki tudjanak alakulni, ahhoz jóval hosszabb ideig. Láthattuk most a tornát, milyen egyéb fejlesztési lehetőségek, illetve módszerek léteznek?
hogy nagyon sokszor jellemző az, hogy nem csak organikus a probléma, tehát nem csak testi jellegű probléma van, hanem pszichés, lelki eredetű, és erre például egy drámajáték, egy lélekműhely nagyon jó hatással van, vagy pedig a kineziológiát is tudom ajánlani, ahol ezeket a blokkokat tudjuk feloldani. A Nyúl Alapítványban konkrétan milyen problémás, vagy milyen jellegű problémákkal rendelkező gyerekekkel foglalkoznak? Foglalkozunk egészen pár hónapos, vagy pár napos csecsemőktől felnőttekig. Megkésett mozgásfejlődés, megkésett beszédfejlődésű gyerekek, de mozgássérült, tanulásban akadályozott gyerkőcökkel is, magatartás problémásokkal, és autizmus spektrum zavarában. Ez nagyon különböző, akkor nagyon személyre szabottan kell mindenkivel külön-külön. Igen, az első alkalommal egy felmérést szoktunk megtenni. Ilyenkor az elsődleges cél az, hogy megállapítsuk, hogy van-e idegrendszeri eredetű probléma. Hogyha idegrendszeri eredetű a probléma, akkor azt a mozgáson keresztül tudjuk befolyásolni. Tehát ez a könnyebbik? Vagy hát ezt nem nehéz megmondani, talán az a legnehezebb, hogyha idegrendszeri eredetű és lelki eredetű is van, mert akkor egy komplex fejlesztésre van szükség. Aisha és Márk viszonylag korán került önökhöz. Mi van akkor, hogyha egy szülő mondjuk később veszi észre a problémát, akár 10 éves korban, hogy bizony a suliban most ez már nem az, hogy lusta vagy nem szorgalmas a gyerek, hanem nem olyanok a képességei, nem tud lépést tartani a társaival, akkor még nem késő? Még nem késő, még 10 évesen is lehet segíteni, sőt 16 éves korig még lehet javítani a tanulási teljesítményen. Olyan esetünk is volt, aki 8. osztályos volt, és bizony bukdácsolt az iskolában, és szépen sikerült őt fölhozni egy 3-4-es jegyű tanulóvá. Tehát, hogy oda tudja figyelni, meg tudja jegyezni, végig tudja. Igen. Mennyi idő alatt sikerült ezt elérni? Hát ez ugye 8. mire ment középiskolába, addigra már egy olyan középiskolába tudott menni, ahol... Akkor hatékony és gyorsan látható eredmény lesz. Igen. És láttam, hogy ugye felvált, hogy a koordinációs készségük az fontos, hogy az abban hiány, hogy nem tudja, hogy jobbra, meg balra, meg bal kéz, meg bal láb? Ezeket sem szokták tudni. Úgy néz ki ez a különböző készségek és képességek, hogy több szintjük van. Az alsó szinten vannak különböző reflexek, izomtónus szabályozást, amit csecsemőkorban alakul ki. Utána erre épül a nagy mozgások, mozgáskoordináció, erőnlét, és amit iskolában szoktak használni, azok a készségek, képességek, azok pedig erre épülnek rá. Most természetesen, hogyha itt a legalsó szinten van valami probléma, akkor az összes többi szinten lesz probléma, mert az egyik a másikból fejlődik ki. Közben meglepődtem, bocsánat, csak érdekli, de hogy az elején rögtön azt említette, hogy kidugja a nyelvét. Hát sok gyerek koncentrálva úgy játszik, meg úgy rajzol, úgy zongorázik, és néha az én kisfiam, hogy... Tudjuk. Kidugja a nyelvét, de hát ettől még szerintem nem minden kidugott nyelv gond. Itt ugye egy tünet az sohasem tünet, mindig a többi tünetet is meg kell nézni, hogy van-e valami probléma, és ez egy figyelemfelkeltő a szülő számára arra, hogy akkor jó, akkor elmegyek és legalább felméretem a gyerekemet, hogy tudjam, hogy van-e valami probléma, vagy nincs, mert hogyha van, akkor tudok ellene tenni. Ezt tegyük meg tehát mindenképpen. Köszönjük szépen, hogy ezt elmondta nekünk. Nektek köszönjük szépen a kis rögtönzött torta mutatót, és hát mint tudjuk, köszönjük szépen.